Ezek a képek tavaly télen készültek a megyeszékhelyen, amikor a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke meghaladta 75 mikrogram per köbméter, azaz a tájékoztatási küszöbértéket, a füstködriadó tájékoztatási fokozatát. A vidéki településeken sem jobb a helyzet, sok helyen egészségtelen volt a levegő, mondta el 35 perc című műsorunkban Galambosi Ildikó. A Nyíregyházi járási hivatal vezetője hozzátette, ma már a helytelen lakossági tüzelés jelenti a legnagyobb terhelést a légszennyezésben. A 2000-es évektől a 2008-as, 10-es évekig mindenképpen történt egy olyan változás, hogy 2008-10 körül nagyon sokan álltak át, elsősorban a gazdasági világválság hatására, ugye, vegyes tüzelésre, vagy fatüzelésre, és ez mindenképpen jelentősen növeli a légszennyezettséget, és mára már elmondható az, hogy nem az ipar és nem a közlekedéssel jobban fertőzött területek azok, amelyek szennyezettebbek, hanem a szennyezettségnek mintegy 65-70%-át a fűtéssel okozzuk. A nem megfelelő tüzelőanyag jelentős mennyiségű kisméretű részecske kibocsátással jár, ami a legjelentősebb egészségügyi kockázatot jelentő légszennyező anyag. Ez számos betegséget okozhat, többek között krónikus obstruktív tüdőbetegséget vagy asztmát, de az infarktus veszélye is nő. A fűtési szezon kezdetével egyértelműen kimutatható a levegő minőség romlása, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság gyakran fát vagy szenet, esetenként hulladékot használ fűtésre. A rossz minőségű és veszélyes anyagok, a helytelen tüzeléstechnika és a nem megfelelően kialakított tüzelőberendezés használatának oka legtöbbször az alapvető ismeretek hiánya. Éppen ezért indult el a fűcsokosan komplex felvilágosító kampány, melynek tájékoztató anyagát a Földművelésügyi Minisztérium állította össze. Ez a fűcs okosan kampány, ez arra irányul, hogy mindig vegyük figyelembe a környezeti hatásokat. Télen, amikor ködös az idő, amikor a hideg, a magasban a hideg levegő mintegy lezárja a felsőbb légrétegeket, és nem tud a füst elkeveredni, és a füsttel összefüggő szennyeződés elkeveredni könnyen és gyorsan a magasabb légrétegekben, akkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy például, hogyha szénnel és fával vegyesen is tüzelünk, vagy akár még gáz is az opciók között van, akkor ezekben az időszakokban a gázt vagy a villanyfűtést részesítsük előnybe, és ezzel segítünk magunkon is és a környezeten is. És mindenképpen, ismételten mondom, kerüljük a hulladékoknak az égetését. Galambosi Ildikó azt is elmondta, rövid távon már akkor is sikeresnek mondható a kampány, ha a tél folyamán a riasztási küszöbérték alatt maradnak, és úgy át tudnak találni, hogy nem lesz magasabb fokú légszennyezés.